Egy kicsit már az időből kifutottunk, én kérem Esztergál Miklóst, hogy készüljön Országgyűlés a Szent Korona jogrendje szerint című előadására, és mielőtt Miklós kijön ide, akkor én gyorsan bármennyire is Istvánnak nagy tisztelője vagyok, és régi és ismerős is, ráadásul 2006 óta nagy barátság közöttünk, meg kell kritizáljam, alkotmányozó nemzetgyűlést a francia forradalom találta ki. Ne használjuk az alkotmányozó nemzetgyűlés kifejezést, mindig tegyük az alkotmány helyreállító nemzetgyűlés, hiszen nekünk van alkotmányunk, nekünk nem kell alkotmányt írni, ahogy az angoloknak se kell. Egyetértek. Tehát félreértés ne esik. Köszönöm Istvánt. Tehát félreértés is nem támadni akarom az Istvánt, hiszen még egyszer mondom, nagy tisztelője vagyok. De erre a magyar szóhasználatra azért kell nagyon-nagyon odafigyelnünk mindig, mert higgyék el, hogy legtöbb ember, aki ebben a úgynevezett alkotmányozó nemzetgyűlésben gondolkodik, az valahogy erre a francia labdaházi esküre gondol mindig, mert a történelemből ezt tanították meg neki. Nem azt, ami a magyar jog hagyomány. Tehát én nem akartam Laki Takács Péter előadásához se semmi komolyan hozzáfűzni, de például az ő előadásából hangsúlyozom, Péter is nagyon tisztelem, tehát nem kritikaként mondom ezt, de kimaradt az, hogy nincs nemzeti nevelés, könyörgöm. A nemzeti nevelés hiányzik, mert mi megyünk ki az életből, a gyerekeinket, az unokáinkat, mi lehet, hogy neveljük, de azok, akik a lakótelepen laknak, és azok, akik soha nem hallottak arról, hogy mi a nemzet, azoknak a gyerekeink csak az iskola tudná nevelni. Ügyeim és uraim, a szünet előtti utolsó előadás lesz a Miklós barátom előadása, és akkor ezúttal is köszönetet mondok a Nemzetegyesítő Mozgalom minden jelenlévő tagjának, hiszen nem véletlenül tettünk ki, itt van a hármas sorok rajta, a kettős kereszt, egy kicsit furcsán, de itt a határozott nem szó közepén, de ott van a kettős kereszt, mert mi valóban egységet akarunk a nemzet egyesítését. És való igaz az is, ami fel van írva, hogy a pártok osztják meg a nemzetet. Ezeket a dolgokat nagyon jól lenne, ha mindannyian értenénk. Nem akarom a Miklós idejét rabolni, de még van 3 perc az ő kezdéséig. Addig én felolvasnék ebből a könyvből, mert én azért hoztam azokat a könyveket, és ott vannak az asztalon, mellette a kalap csak azért van odatérve, az én kis szalmakalapom, hogy újjá tudjuk, megint ki tudjuk nyomtatni majd ezt az anyagot. Tehát ennek nincs ára, ennek a kis füzetnek, vagy könyvecskének. Én nem tartozom az áras nemzet tagjai közé, mert tudjuk, hogy van egy nemzet, amely mindent beáraz, azt is, amit be kell árazni, meg azt is, amit nem lenne szabad be, ők mindent áraznak, mi nem árazunk be semmit, tehát ennek nincs ára, de adományt elfogadunk, kizárólag azért, hogy újra lehessen nyomtatni, és a kalap azért van odatérve, hogy az adomány abba kerüljön bele. Nos, az ellenállási záradékot olvasnám fel, mert ez egy nagyon fontos dolog, és sokan beszéltek már tulajdonképpen erről. Én most nagyon zárójelesen azt mondanám, hogy az ellenállási záradék egyetlen egy mondat lenne, úgy kellene ellenállnunk, hogy soha be nem kéne menni a multikhoz, meg a bankokhoz. Nem kéne hitelt kérni, mert nem kéne a multinál vásárolni. Ennyi lenne szerintem nagyon középtetően az ellenállási jogunk, ellenállási záradék. De olvasom ez a... az anyagnak a 122-es szakasza, tehát a záró szakasza, a záró szárni. A magyar nemzet ősi hagyománya alapján, ha bármelyik választott képviselő, a képviselők testületei, vagy maga az országgyűlés tesz, hazánk történeti alkotmánya,
vagy a nemzet érdekei ellen, úgy örök időkre szabadságunkban áll, sőt, kötelességünk annak ellenszegülni és ellent mondani anélkül, hogy jogsértést követnénk el. Indoklás. Erkölcsi szempontból a hatalom birtokával visszaélő felelősségre vonási hiányát nem pótolhatja az Istenre vagy lelkiismeretre hagyatkozás. Ahol a nép nem vonhatja felelősségre vezetői erőszak nélkül, ott vagy hiányzik az alkotmányosság, vagy nincs igazi alkotmánybiztosíték. Ennyi az első bekezdés magyarázat. Kettes bekezdés. A magyar nemzetes minden tagján az 1222-ben kibocsájtott aranybulla szerint idézem, szabad a hűtlenség minden vágya nélkül ellenállni és ellentmondani, idézőjel lezárva, a törvénytelen, alkotmánysértő hatalommal szemben. Tessenek csak elgondolkodni? A törvénytelen, a valódi alkotmánysértő hatalommal szemben. Hármas bekezdés. Az alkotmánysértő hatalommal szembeni ellenállás eljogával ért a magyar nemzet a 18. század első évtizedében második Rákóczi Ferenc szabadságharcában 1848-49-ben végezetül 1956-ban. 56 után azonban még nem sikerült maradéktalanul visszatérni a történeti alkotmányossághoz, így újabb kiegyezésre, s az elérő közjogi szabadságharcra van szüksége a magyar nemzetnek. Hozzá kell tegyem, mi mindannyian, akik itt vagyunk, közjogi szabadságharcosok vagyunk, hiszen ezt a harcot nem fegyverrel kell vívni, hanem az ősi jog erejével, az ősi jog, ahogy az elején elmondtam, ma is érvényes. Csak nemzeti szervezetlenségünk okán nem vagyunk képesek érvényre juttatni. Ennek az érvényességét soha senki nem kérdőjelezte meg, egyszerűen csak félretették. De nem is kérdőjelezheti meg, nincs rá joga. Miklós ezt gyönyörűen el fogja majd mondani, hogy elnézést, hogy ezt kivettem, de nem baj, mert kell erőtetni, és nem baj, kétszer-háromszor elmondom, nagyon fontos alapvetés. Az alkotmány helyreállító nemzetgyűlés összehívását 2006-ban meghiúsító hatalmi tényezők esetén az alkotmányos jogfolytonosságot előkészítő tagozatát, az AJET kötelességének tartja, hogy nemzetegyesítő törvényjavaslat elfogadásával egy időben az idegen jogrenddel szembeni passzív ellenállásra, illetve alternatív építkezésre szólítsa fel a magyar nemzetes minden tagját, ezért alkotmányjogi, jogos védelemre hívunk minden magyar állampolgárt. Ez azért került bele, ez az alkotmányjogi jogos védelem kifejezés jogászoknak, ezt nem nagyon kell elmagyarázni, mert sajnos a Magyarok Szövetsége anyagában annak idején nem mondom kinek a javaslatára, mert nem akarom halálhatár se megsérteni, jó szándékkal mondta, azt mondta, hogy polgári ellenállás kell. Hölgyeim és uraim, a polgár szó nem tisztázott, hogy mit jelent. Jelenti az állampolgárt? Vagy jelenti a tőkés polgárt? A burzsoát? Ugye? Amikor a Fidesz annak idején polgári szövetségkel megjelent, én akkor felvetettem ezt, hogy rendben, de a citizen jelenti, az állampolgárt jelenti a polgár, vagy a burzsoát, a tőkés polgárt, akkor nem válaszolt rá senki. De ma már tudjuk, hogy melyiket jelenti, önök is tudják. Bocsánat, most már Miklós anyagából veszek el egyetlen egy percet, megbocsájtok, egy percet, ezt ígérem. Ötös. A magyar közjogi felfogás szerint ugyanis a hagyományos magyar jogrend felforgatás célzó erőszak, ilyen például a pénzügyi vagy katonai megszállás, soha nem lehet jogos.
de az illeti, tehát jogfolytonosságot törvénytelenül helyre nem állító, vagy az azt elnyomó népet kifosztó alkotmányellenes hatalom elleni közügyi szabadságharc mindig jogszerű. Mindig. Mi mindig jogszerűek vagyunk. Én nem tudom, hogy Posta Imre mivel érvel a bíróság előtt, de neki is nagyon ajánlanám ezt a munkát. Szerintem ezt kellene ott felolvasni. Az utolsó pont, a hatalom elleni közjogi szabadságharc mindig jogszerű, mert az igazi jog nem köteles meghátrálni a hamis jogtalanság erőszakosságával szemben, mert sem a törvénytelenség, sem a jogtalanság jogot nem alapíthat. Hát köszönöm, hogy ezt a pár gondolatot elfogadták tőlem, és még egyszer mindenkinek ajánlom, ott az ajtó mellett hoztam jó pár példányt, vigyék haza, tanulmányozzák, nem mondom, hogy egyszerű olvasmány, de aki Szent Korona tag kíván lenni, annak ez egy alapvető. Köszönöm. Parancsolj, Igor. És még egyszer elnézést az ötletet. Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát én egy kicsit másképpen fogok fogalmazni, ugyanis mint ahogy megnéztem az előadó listát, én vagyok az egyetlen, akinek a nevelő nem szerepel a doktor. Én egy egyszerű szakmunkás vagyok, csak nagyon szeretem a magyar történelmet, és főleg ezen belül a Szent Kormantat. Tehát arról szeretnék beilletet, azt kaptam feladatul, hogy a Szent Korona jogrendjében hogyan kellene működni a parlamentnek. Hát nagyon-nagyon és nagyon lényegre vágó különbségek vannak a jelenlegi és a valódi parlamenti munka között. Ezt úgy tudnám tehát legjobban megkülönböztetni, hogy tehát van a demokrácia és van hierarchia. Demosz népet jelent ratatív hatalma, tehát a nép hatalmat jelenti a demokrácia, jelen pillanatban ezt gyakorolják fölöttünk. És a hierarchia, tehát hieró szent jelent archia uralmat, tehát a szent uralom. Tehát földről irányított, Isten irányítású hatalomgyakorlás. Most jelen pillanatban az történik, hogy a demokráciának a lényege, hogy a nép bírja a hatalom. Hát erre mindenki kihúzza magát, hát én vagyok a nép, hát enyém a hatalom, hú de jó nekem. Ám de ha megnézzük, hogy ezt hogyan tudja gyakorolni, akkor már bizony nagyon-nagyon nagy problémák vannak. Tehát először is, a nép úgy tudja gyakorolni a hatalmát, hogy négy évente egyszer egy napra kap egy bizonyos téve hatalmat, úgymond, ezt amit megkérdezem természetesen, már látom írja is, tudom. Tehát látszólag ő megválasztja a képviselőjét, aki az ő képét viseli a parlamentben. Tehát a magyar nyelv nagyon gyönyörűen fogalmaz. Ám de abban a pillanatban, ahogy megválasztotta a képviselőjét, ez törvényének pontosan meg van fogalmazva, hogy abban attól a pillanattól kezdve nem semmiféle befolyást nem gyakorolhat a megválasztott képviselőjére, megszakad a kettőjük között az a hatalom, és nem vonhatja felelősséget, nem hívhatja vissza, nem kérheti számon, nem adhat neki tanácsot, egyetlen egy dolgot tehet, négy év múlva nem ő ráteszi a szavazatát. De akire akkor szavaz, az sem hívhatja vissza, annak sem adhat tanácsot, az sem vonhatja felelősséget. És gyakorlatilag ez a felelősség az, ami a demokráciának az egyik legnagyobb hátulütője, ugyanis a demokráciában a képviselőnek nem kell felelősséget vállalni a döntéseiért. És ez sajnos 1848-ban, amikor nagyon sok új törvényt vezettek be, nagyon jó törvényeket vezettek be, sajnos három olyan törvény is becsúszott közé, aminek következtelő volt a Trianon és az első világháború is. Tehát először is a kötött és a szabad mandátum közti különbséget megváltoztatták. Addig kötött mandátum működött, ami azt jelenti, hogy a vármegye vezetősége megválasztja a képviselőjét, és ez a képviselő, mint egy
küldött, tehát nem képviselő, tehát ő neki mindenben a vármegye vezetőségének kellett megfelelnie, tehát amit a vármegye vezetősége diktál, ő neki azt kellett képviselni a törvényhozásban. Követi utasításnak hívták. Ez a csak. Én Gábor jogász, én csak egy egyszerű ember vagyok, tehát a jobban nyugodtan, igazíts ki, amikor nem pontos szakkifejezést mondok. Szeretünk. Örülök neki, ezért ült a legkorábban. Tehát a kötött mandátumnak az a lényege, hogy ő saját magától semmit nem dönthetett, ő mindenben meg kellett tárgyalni a vármegye vezetőséggel a döntéseit. Ezt eredik kötött mandátum. Sajnos 48-ban ezt a kötött mandátumot megváltoztatták a szabad mandátummá. A szabad mandátum azt jelenti, hogy a választók titkos szavazással megválasztják a képviselőjüket, és attól kezdve ez a képviselő a saját lelkiismerete, azt most macskat idéztem, a lelkiismerete szerint hozza meg a döntését. A képviselő őket nem irányíthatja. Aki megválasztott, a választó nem irányíthatja a képviselőjét. Na most ettől kezdve mindenféle felelősségtől mentesül a képviselő, és még ráadásul van a mentelmi jog, tehát még semmilyen felelősség, semmilyen dologért nem lehet felelősségre vonni. Tehát a demokráciának ez az egyik legnagyobb hátránya és hátulütője, hogy felelősség nélkül azt tehet valaki, amit akar. Sőt, tovább lépek. Saját gátlástalansága folyamán és az egója folyamán olyan hatalmi magasságokba törhet, amit csak az egója és a lelkiismeret el tud viselni. Pontosan tudva azt, hogy amíg ő a gazdét kiszolgálja, addig őt soha nem fogják felelősségre vonni. Tehát az ország azért áll ebben a jelenlegi helyzetben, mert a képviselők nem vonhatók felelősségre. Tehát vissza kellene állítani először is a kötött mandátumnak a szerkezetét. És van a demokrácia, tehát gyakorlatilag a demokráciában mindenki azt tehet, amit ő akar, illetve amit diktálnak neki. Bocsáss meg, Miklós, csak Horthy Miklóst idézném, hogyha nem haragusztok meg. Horthy Miklós azt mondta, hogy a demokrácia az, amikor két kocsma töltelék leszavazza az egyetemi tanárt. Tehát a többségi hatalomgyakorlás. Tehát én erre azt szoktam példát mondani, hogy mindannyian jártunk iskolába, körülbelül 30-35-en voltunk egy iskolában, legalábbis még az én időmben általános iskolában, amiből mindig volt 3-4 buddácsoló és 5-6 kitűnő tanuló. Tehát gyakorlatilag akkor a demokráciában ki fog döntést hozni? A szürke közé. Mert ők vannak többségben. És a szürke középet a médián keresztül tökéletesen lehet manipulálni pszichológiai módszerekkel, amit nem vesz észre az ember, hogy őket hogy manipulálják, de bizony sajnos úgy csapják be, ahogy akarják. Tehát a ma embere az információit leginkább a televízióból szerzi, a televízióból a szemedbe néznek és hazudnak, és egy magyar embernek, ha valakinek a szemébe néznek, bármit mondanak, el fog hinni, mivel ő nem hazudik. Tehát ezáltal főleg is föltételezi, hogy őket most be fogják csalni. Tehát sajnos Kocsis Pista bácsinak a bizonyos megkésett idő, gondolom sokan ismerik ezt a kifejezését, ez erről szól, hogy mi magyarok sokkal naivabbak vagyunk, mint a világ. És egy demokráciával, ahol az átverést úgy alkalmazzák, ahogy akarják, minket nagyon könnyen tudnak manipulálni. És van a másik, a hierarchia. A hierarchiában ott, kedves barátom, minden egyes döntésedért felelősséggel tartozol. Tehát addig, amíg a demokráciában az egód és a gátlástalanságod által juthatsz egyre magasabb és magasabb pozícióba, igenis majd mindjárt a hűség fogalmat elmagyarázom, mert azon legjobban, azon keresztül legjobban bemutatni. Tehát addig ott a gátlástalanságod alapján juthatsz egyre magasabbra, addig a hierarchiában pedig a tudásod, tapasztalatod, szorgalmad, beavatottságod, a tudásod. Tehát
a tudás alapján lehet feljebb kerülni, és mindig azon a szinten kell szolgálnod a közösséget, nagyon fontos gondolat, ahol te ezt legjobban meg tudod tenni. Ha túllépett magad, és magasabb szinten helyezett magad, mint amire alkalmas vagy, akkor ez rögtön kiderül, és visszahívnak arra a szintre, ahol alkalmasan tudod szolgálni a közösséget. A demokráciában teljes egészében a magán és a háttér érdekek irányítanak, a hierarchiában pedig a teremtő jóisten irányítása. Tulajdonképpen mind a kétféle irányvonal egy piramisként mutatható, tehát a piramis a legtetején van a főnök, aztán a fővezérek, középvezérek, alvezérek és alul a tömeg. Ez ugyanígy működik a hierarchiában és a demokráciában is. Csak a legnagyobb különbség az, hogy ki van ott fönt. És nyugodtan merem azt mondani, hogy a demokráciát magasságtán irányítja. Ezért vannak felelősség nélküli dolgok. A hierarchiában pedig te a teremtő jóisten. Na most akár szándékosan vagy tudatlanul a teremtő jóistent lelököd onnan a pozícióból, abban a pillanatban a sötétség fogja elfoglalni azt a helyet. Tehát ezért áll az egész világ ennyire nagy problémában, mert nem a teremtő jóisten irányítása alá tartozó. A Szent Korona által, a Szent Korona az egyetlen beavató korona a Földön, aminek az a lényege, ha ezt pontos meghatározott előírások alapján történik, és egy fölkészített személlyel, akkor az a személy közvetlen kapcsolatba kerül a Teremtő Jóistennel. Beavató korona, az egyetlen beavató szakrális korona. Tehát, és az, aki így megkoronáznak, azoktól kezdve nem uralkodó, hanem szolga. Ő szolgálja az országát, irányítja, meg az isteni gondviselés által irányítja, megvédi a külső negatív hatalmaktól, és az Isten irányítást képviseli minden részére, minden ember részére. Tehát a demokrácia és a hierarchia az akkora különbség, bocsánat, talán lehet, hogy most pár ember megsértődik, mint az Új és az Új Szövetség. Az egyik a szemed szemért fogad fogér, a másik pedig azt mondja Jézus, hogy szeressétek az ellenségeiteket is. Tehát körülbelül ekkora különbség a kétféle rend között. És akkor a kétféle alkotmányt ismernek, a kétféle berendezkedésnek kétféle alkotmánya van. A demokráciának az írott, úgynevezett partális alkotmánya van, a hierarchiának pedig a jogfolytatás, a szokásokra épülő alkotmány. A szokásokra épülő alkotmánynak az a lényege, hogy valamikor nagyon régen az őseink leültek, és a kipróbált és bevált törvényeket összegyűjtötték és lerögzítették. És attól kezdve ezek a kipróbált és bevált, tehát még egyszer hangsúlyozom, nem a vérszerződéskor hozták létre azokat a törvényeket, hanem az már több évszázad, vagy több évezreden át kialakult szokásoknak volt a leképezése, amire most vissza tudunk tekinteni. Biztos, hogy előtte is voltak, csak jelenleg talán nem tudunk volna. Tehát az, amit ma is nem. Tehát a vérszerződés már lerögzítettek azt, hogy ez eddig így volt jó, és ezután ennek így kell lennie. És ettől kezdve ez egy rugalmas, bármikor korszerűsíthető és fejleszthető alkotmány, de mindig a már meglevő szellemiségének megfelelően. Tehát olyan új törvény nem épülhet bele, ami szembefordul a kipróbált és bevált törvényekkel. Ez a hierarchiának a törvényei, ez a Szent Korona tag, hogy nevezzük már végelében is. Tehát ezt képviseli az ősi alkotmányunk, a Szent Korona tag. A Szent Korona tag azért már tökéletes, és én kimerem jelenteni, talán a világ legtökéletesebb alkotmányává, mert folyamatos védekezésben volt a másik oldal áskálódásai ellen, és ez mindig csiszolta, fejlesztette, korszerűsítette, a mindig a kor szellemi igényeinek megfelelően. Tehát ez a szokásjogokon alapuló alkotmány, a vérszerződés, Szent István intelmei, Aranybulla, Verdőszi tripartituma 1848, 1867 és 1920, tehát most csak nagyon röviden.
az írott alkotmánynak, ja és ez nem volt pontosan, aprólékosan, jogilag minden leírva és rögzítve, hiszen a fő csapás vonalak voltak lerögzítve, a többi az magától adódott. A tisztesség és becsület ezt kívánta. És ehhez képest van az írott úgynevezett kartális alkotmány, aminek azt jelenti, hogy egy adott hatalom szakít az addigi szokásjogaival, és egy teljesen új alkotmányt ír, vagy kölcsönöz idegenből. Ez Magyarország szempontjában a Károlyi Mihály által létrehozott köztársaság volt. Némköztársaság, aztán tanácsköztársaság, aztán mindenféle köztársaság. Gyakorlatilag is itt szeretném leszögezni azt, hogy mindenféle köztársaság Magyarországon illegitim. Bocsánat. A középkorban a magyar államot nemesi köztársaságnak hívták egész Európában, mert a magyar országgyűlésnek olyan hatása volt, hogy az uralkodó egyedül nem tudott semmiben dönteni. Tehát mindig vigyázzunk kell, tehát az a köztársaság, amelyet mi ma ismerünk, amely itt ül a nyakunkon, az egy teljesen legitim köztársaság, és ami Nyugat-Európával elterjedt, az is. De az a nemesi köztársaság, amely nálunk volt és a lengyeleknél, az egészen más lapra tartozik. Tehát vigyázzunk kell mindig ezzel a köztársaság történetével, mert valójában nem az a probléma, hogy köztársaság van, hanem az a probléma, hogy a Szent Korona tagság nincs abban a helyzetben, hanem pénzforrásra fűzött pártpolitikusokra, tehát pártok osztják meg a nemzetet, pártpolitikusok vették kezükbe a hatalmat. Bocsi, hogy beleszóltam. Köszönöm. Tehát gyakorlatilag a köztársaság most a volna idő végigmondani a Szent Korona törvényeit, akkor ott a jogfolytonosság megszakításának az egyik pontja az, hogyha nép nevében teljhatalmat próbál gyakorolni valaki. Tehát ezért bármilyen köztársaságban gondolkodik valaki, ez mind a Szent Korona hatalma ellen történik. Tehát mindenféle más, ami nem a Szent Korona szuverenitását, tehát a teljhatalmát nem tudja a Szent Korona gyakorolni, akkor megszakad a jogfolytonosság, és ennek az egyik pontja az, hogy a nép nevében a Szent Korona hatalmi magasságába tör valaki. Köszönöm. Tehát a demokrácia és a hierarchia, mind a kettőnek megvan a maga államformája, tehát, és nekünk miénk a hierarchia, tehát ezt mindenképpen helyre kellene állítani. Egy dolgot még el kell mondanom, hogy a mi is a hűség. És talán akkor értjük meg azt, hogy mit jelent ez az egész. Tehát a hűség a legfontosabb emberi tulajdonságnak kellene lenni. Az azt jelenti, hogy én hű vagyok egy eszméhez, egy személyhez, tehát valamihez vagy valakihez. Na most ez az összes nyugati országokban a király személyét jelentett, tehát a király személyéhez kell hűségesnek lenni. De Magyarországon nem a magyar király volt a hatalom csúcsán, hanem maga a Szent Korona. Tehát Magyarországon a hűség a Szent Korona személyének járt. Hangsúlyozom, személyének. A Szent Koronán keresztül pedig Istennek. Mivel a Szent Korona kapocs a föld és az ég között. Tehát, ha valaki bebizonyította a hűségét nem a király, hanem a koronának, és ezt a király észrevette, akkor a király a Szent Korona tulajdonjogából birtokjogot adott ennek az embernek, és nemesi rangot, tehát kiváltságokat. Tehát Magyarországon kiváltságokat és birtokjogot csak érdemekkel lehetett szerezni, és nem megvásárolni. Tehát ez örökön az övé és az örököseim alatt. Ez csak kétféle módon veszíthette el, vagy úgy, hogy nem volt örököse, akkor az oldalági örökösök voltak, ha azok sem, akkor visszaszállt a tulajdonosa Szent Koronára, királyt kiosztatta egy másik alkalmas embernek. Vagy ha szembefordult a Szent Korona jogrendszerével. Ha ezt valaki megtette és ezt rábizonyították, ez kimerítette a hűtlenség és hazaállás fogalmát, aminek a büntetése teljes vagyon és fővesztés volt. Tehát itt a megoldás. Meg kéne kérdezni itt ebben a nagyházban, hirtelen nem is tudom melyik irányban van, arra van talán, hogy kedves barátaim, ti hűségesek voltatok a koronához? Ja, nem. Hát akkor mit kerestek?
menjetek haza, és várjátok meg majd az ezért járó méltó büntetéseteket. Én nem ítélkezek segítelet, ezt nem. De valamikor még egyszer mondom, ha valaki a Szent Korona jogrendjével szembefordul, azt kivégezni. Tehát azért ez, szerintem, ha ezt most újra helyreállítanák, igen, megőrülne a parlament. Megőrülne a takarítók maradnának meg a koronahőség. Tehát a hűséget kellene újra megérteni. Gábor a felsőházat írta nekem, igen. Tehát a Szent Korona jó működésében ez úgy történne, hogy megválasztanánk, ugyanígy megválasztjuk a képviselőinket. Az sem baj, ha vannak politikai pártok. Egyetlen egy a fontos, ezek a politikai pártok semmilyen állami pénzt és támogatást ne kapjanak. Ugyanúgy, mint a civilek sem kapnak. Na most abban a pillanatban hoppá, ha csak a saját kapcsánunk tartaná el a pártokat, hirtelen egészen másképpen áll az a helyzet. Ez az első, hogy állami támogatást ne kapjanak, ugyanúgy versenyezzenek, ezzel megválasztjuk őket, de direkt mandátumban, és nem titkos szavazással, hanem én, Esztergál Miklós, én Kovács Jánosra szavazok, mert őt méltónak látom erre a feladatra. De hogyha az nem tartja be a feladatát, akkor én, aki megszavaztam, én vissza tudjam hívni. Tehát ez is a választási törvényeknek egy alapjelen dolga lenne. Tehát jelenleg a képviselők a parlamentben törvényjavaslatot nyújtanak be, és megszavaznak a saját maguk törvényeit. Hát ha ezt nem nevezik diktatúrának, akkor már nem tudom micsoda. Tehát gyakorlatilag kétharmadat, ha bármilyen hatalmi csoportosulás elér, akkor ő azt tesz az országban, amit akar. Mint az előbb már hallottuk, az Alkotmánybíróság feladata az, hogy a jelenlegi jogrend szerint vizsgálják meg, a köztársasági elnök állítólag egyszer visszaküldheti újra tárgyalásra, de ha másodszor szóról-szóra ugyanazt benyújtják, az köteles elfogad. Ilyenkor már nem tudom sírjak, hogy röhögjek. Bocsánat, kicsit egyszerű ember vagyok, tehát én megengedhetem magamnak az egyszerű kifejezéseket is. Tehát, hogyan működik, és törvény előre hozzák, és attól kezdve, tehát olyan törvényeket hoznak, amilyet akarnak. Tehát, jaj, nem fejeztem be, a írott alkotmánynak ez a legnagyobb problémája, hogy ő aprólékosan jogilag körbeírja, hogy mit nem szabad. Ám, hogyha van egy dörzsölt ügyvéded, és meg tudja neked mutatni, hogy te figyelj, ebben az irányban meg tudod kezdeni ezt a tiltást, abban a pillanatban nyugodtan megteheted. Tehát az én partális alkotmány teljesen nélkülözi az erkölcsöt és a jó érzést. És ráadásul mindig a legutolsó törvény van érvényben. Tehát minden a hatalom olyan törvényt hoz, amilyet akar, és ebben, tehát bebetonozhatja a saját hatalmát, és ezért nem vonhatja el felelősséget. Lapozó. 5 percen van. Köszönöm. Tehát ezért teljesen rossz, amit jelenleg demokráciának nevezni. Egyébként meg nem én választom meg a képviselőmet, hanem a politikai pártok teszik az orrom elé saját jelöltjeiket, és azok közül választhatok. Hát hol van itt szabad választás? Hogy működne ez a hierarchiában? Tehát megválasztjuk a kötött mandátummal a képviselőinket, akik érzik a felelősségüket. Ők törvényjavaslatot vitatkoznak az alsóházban, és ezt a törvényjavaslatot nem ők maguk fogadják el a saját hülyeségeiket, bocsánat, kimondom, ha végig gondoltam, hanem ezt benyújtják a parlamenti felsőház részére elbírálásra. A parlamenti felsőházban 5 dolognak kell leképeződnie az egész ország civil érdekeinek, az elszakított ország részek képviselőinek, az akadémiák vezetőinek, hát nem a jelenlegieknek, ezt gondolom nem kell elmagyaráznom, a történelmi egyházak vezetőinek, ebből 3 van Magyarországon és 1 Erdélyben. A 3 magyarországi nem méltó arra, hogy ezen a helyen szerepeljen, mert akkor, amikor megtiltották Trianon emléknapján a harangozást, mind a 3 történelmi egyház, akkor megmutatták, hogy hova tartoznak. És a direkt oda választott, mint amit a Gábor elmondott, hogy a kormányzó által is választható képviselő. Tehát a parlamenti felsőházban ezeknek az embereknek kellett helyet foglalniuk, akik kizárólag csak a Szent Korona érdekeit teszik tudomásul. Benyújtott törvényjavaslat, hogy minden egyes ember megvizsgálja, természetesen csak olyan ember kerülhet oda, aki pontosan ismeri, hogy mi a Szent Korona. Megvizsgálja, és két dolgot dönthet, igen,
ezzel a szempontból az alkotmányát fejleszti, vagy azt mondja, ha csak egy ember mondja, hogy szerintem ott Kiskaput akar nyitni, ott mintha ott zavaros. Megvizsgálják és visszaküldik pontos leírásra, újra tárgyalásra. Vagy ha súlyos ez a probléma, akkor megnézik, hogy ki kezdeményezte ezt a törvényjavaslatot. Azonnal föláll a parlamentből és megy a bíróság elé hazaárulás vágyával. No, nem véletlenül felejtették el, mert a parlamenti felső látat újra, már csak 2 percet van, pedig még sok mindent mondani. De 1 percet kapsz pluszban. Jaj, de jó, köszönöm. Én vettem el. De nagyon igazságos volt, köszönöm. Tehát, akkor most már gyorsan. Tehát a parlamenti felső ház nem dönt, csak előtt megvizsgál, és megy tovább a következő fórumhoz, a koronatanács. A koronatanács az uralkodónak a segítői, támogatói, tanácsadói, esetleg helyettesítői, hogyha éppen nincs az országban. Ha ők is ugyanezt megtehetik, vagy visszaküldik, vagy továbbítják a király vagy kormányzó felé, aki még egyszer megvizsgálja. Na most, ha ezen a soron így végigmegy egy törvényjavaslat, és ehhez még hozzájönnek a vármegyéknek az alispánjai is, akik tökéletes vétójoggal rendelkeznek, ha ezen a soron végigmegy egy törvényjavaslat, na, akkor egészen biztosabb lehetünk benne, hogy ez a Magyarország érdekeit képviselje. Tehát ez lenne az, ami kizárja, egész egyszerűen nem fér bele. Sokan mondják, hogy van az a pénz, nincs barátom. Ha az életet múlik rajta, akkor nincs az a pénz. És ha csak egyetlen ember megpróbál átcsúsztatni valamit, ami nem olyan, abban a pillanatban ő lesz felelősségre volna. Tehát ez egy tökéletes önvédelő rendszer, ami kizárólag az ország és a társ országai hangsúlyozom. Ugye a szempontban befogadó alkotmány, bárki a tagja lehet az egész világon belül, aki betartja a törvényeit. Na ettől ezért rettegnek tőlünk, és ezért akarnak bennünket kiirtani, mert pontosan tudják, hogy ez a magyarság sorsa és küldetése. Sokat szeretnénk még beszélni, egy dolgot föltétlen el kell mondanom, hogy mi a megoldás. Az előbb már említettem a hűséget. Tehát most itt megemlítettek politikai pártokat, és soha nem nevezek meg egyetlen politikai pártot sem, mert én nemzetpolitikát szeretnék folytatni. Nemrégében megalakult egy egyesület, összefogás a Kárpát-medencéért névvel. Itt van az alapító elnökünk is, Emi Imre, légy szíves, állj fel egy pillanatra, Aztán meghívott engem Miklós, gyere már, és csináljunk közösen, már csak egy percem van, csináljunk közösen. Mondom, mit szeretnél Imre? Azt mondja, helyreállítani a szempontból, a jogfolytonosságát, aztán mindenki csinálja azt, amit akar. Megyek. Azonnal azt mondtam, hogy megyek. Tehát mi azt szeretnénk, hogy valóban közösségeket hozni létre. Tehát helyi közösségeket szeretnénk megszervezni, akik eszmeileg a Szent Korona eszmeiségét ismerik, gyakorlatban pedig a hangyaszövetkezetet szeretnénk újra indítani, hogy gazdaságilag is fogjanak össze ezek. Tanuljuk meg végre, mit jelent halálkában közösségben gondolkodni. Ez az első, amit szeretnénk. És a megoldást én csak abban látom, az országnak legalább egyharmada megismeri, hogy mi a Szent Korona alkotmánya, és hogyha ez megtörténik, akkor az egy akkora erőt tud képviselni, hogy következő választáskor azt mondjuk a elénk állított képviselőnek, hogy barátom, te a Szent Koronát szeretnéd képviselni? Nem. Akkor légy szíves, megy tovább, és vagyunk már kíváncsiak. Mi magunk közül kineveljük azokat az embereket, akik tudják, mi a Szent Korona alkotmánya, a Szent Korona előtt hűségesként tesznek, és őket bejuttatjuk a parlamentbe, ezeken a civil összefogás közösségeken keresztül, bejuttatjuk a parlamentbe, és ő a jelenlegi alaptörvény alapján is jogosan helyre lehet állítani a jogfolytonosságot. Na, erről beszélünk majd mindjárt. Tehát, hogy hogyan lehet a jogfolytonosságot helyreállítani, és ezek a képviselők ezt megteszik, és abban a pillanatban elindul egy olyan folyamat, amit már én nem értek hozzá, ahhoz majd a jogászok fognak érteni, de én a gyakorlatban levő emberek tudását kell megerősíteni. Tudom, hogy sokan azt mondják, hogy szélmalom, az nem baj. Mi ezt az összefogás a Kárpát-medencéért, ezt fogjuk képviselni, és ezen fogunk dolgozni, hogy minél több ember újra ismerje meg a Szent Koronatan, mert amiről beszélünk, azt csak akkor fogjuk megtenni, ha ez mögött van erő is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmünket, köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük.
mikorták ezt a zseniálisan szép előadást, és én a szünet előtt elmondanám, hogy a szünet után dr. Diviki Nagy Attila alkotmánysértést abba hagyni egy című előadása. Az én előadásomnak a címe Miért lenne nekünk jobb a történeti alkotmány, és dr. Monostori Attila jogfolytonosság a Szent Korona jegyében. Tehát ez a három előadás következik a szünet után, majd ezt követően jön a kerekasztal összetés, amiben minden egyes jelentkezőt szívesen befogadunk, és higgyék el, hogy akkor lesz jó ez a kerekasztal beszélgetés, hogyha olyan emberek ülnek be, akiknek van valódi mondani valójuk. Akinek nincs, az inkább maradjon hallgató. Köszönöm, és pontosan fél óra múlva, tehát egy órakor találkozunk. Addig van szünet.